Jól látható, hogy a pince és ablakai már készen vannak, és éppen az alaksor fölötti födémrészt szigetelik, az épülő várkapu látogató központnál. A területi operatív program keretében 950 millió forintból épül a központ, mely turisztikai és kulturális projekt is egyben. Stilizáljuk a régi szolnoki várkaput, amely már a modern építészeti eszközökkel fog megépülni. Tematikus kiállító tér található majd benne, kávézó és vendéglátóegység, és egy tetőterasz, amely kilátóként is szolgál majd. Láthatjuk ott mellette a bástya sétány fog megépülni, ahol két kis bástya fogja stilizálni azt, hogy itt a régi szolnoki vár területe található. Hamarosan elkezdődik a falak emelése, melyek téglaburkolatot kapnak majd. Megújul a Damjanics szobor környéke, és tematikus játszótér is várja majd az érdeklődőket, de egyéb területet is érint a fejlesztés. A projekt részeként megújítják a nyári Lőrinc híd lámpáit és a korlátot is, itt ezen a helyen pedig vadonatúj parkolót alakítanak ki a látogatók számára. A szolnoki várkerület fejlesztésének részeként szeptemberre megépül a torony, majd az eszközbeszerzést követően a belső kialakítás is megvalósul ebben az évben. Néhány méterrel odébb is nagy munkák folynak. A művésztelep hátsó részén az alkotók lakásainak felújítása zajlik. Ez már a Modern Városok program keretében 1 milliárd 159 millió forintból. Ezen keretösszeg egy részéből már lefolytattuk a közbeszerzést, és épülnek a művészlakások, látható is. Mind a két épületben teljesen felújítjuk a művészlakásokat, illetve új épületet is építünk, ahol a szobrász műhely, és illetve egy kiállító térnek használható új helyiség épül meg, alatta pedig garázsok lesznek. Néhány művészlakás már szép arcát mutatja kívülről, de a belső kialakítás is jó ütemben halad. A feltárt régészeti különlegességet, a kaszárnya épület falát is szeretnék megmutatni a nagy közönségnek a C épület pincéjében, amire forrás emelést kértek.